Következő ütés kombinációnk a bal horog jobb egyenes lesz. Mind a kettő ütés a fejre irányul, az egyik az álszőletre, a másik pedig az álcsúcsra szerencsés esetben. Természetesen ez is jobb kezes, normál alapállása esetén értendő. Arra kell figyelni az ütés kivitelezése közben, hogy a horogütés értelemszerűen oldalról hajlított karral történik, a jobb egyenes pedig hát természetesen két pont között legrövidebb az út, elven egyenesen megy ki és egyenesen megy vissza. Bármelyik kézüt, eközben a másik kéz védekezik. Stabilitásra figyelünk, és figyelünk arra is, hogy az ütésben ne maradjunk benne, vegyük vissza magunkat az alapállásba, és ugyanolyan stabil állásból üssük meg újra és újra az ütés kombinációt. Nézzük a gyakorlatban. Ez az stabil. Nem, meg lehet húzni.